köszöntelek itt újra benneteket itt a Comic-Con és cosplay.hu színpadán. Most következő műsorunk az Anime Duma Party lesz, amiben animékről fognak beszélgetni az animagazinos újságírók, cikkíróink, és fogadjátok őket nagy szeretettel. Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Duma Partin, Anime Duma Partin. Én Katrin vagyok, az Anime Magazin főszerkesztője, és hoztam magammal két cikkírót, vagyis hát egy ex-cikkírót, Dokurót, Lillát, és egy aktív cikkírónkat, Iskariótest, azaz Istvánt. És mi fogunk beszélgetni hát animés témákról. Most jelenleg a Comic-Con apropóján az anime vs. manga témát hoztuk el nektek, hogy mire is fogunk beszélni, tehát arról, hogy mit gondolunk az adaptációkról, melyik médiumot részesítjük előnyben, mik a kedvenceink. És az első részében a műsornak arról fogunk beszélni így saját, szubjektív, személyes kedvenc példáinkon keresztül, hogy tényleg egy-egy címnél mi mit favorizálunk, és ehhez kapcsolódóan milyen hibák jönnek ki egy anime vs. manga témában, adaptálási témában. És az első diát, hogyha megnézitek, akkor több borítókép és több címszó is látható rajta, ezekben nem feltétlen van mindig összefüggés, de először olyan címeket válogattunk össze, amiknél nekünk jobban tetszett az anime változat, mint a manga változat. Ugye hát ez nem is meglepő, mert az audio-vizualitás, mint médium egy sokkal szórakoztatóbb valaminek tűnhet, mint a képregény, de nyilván aki képregényes, az tudja, hogy vannak saját kedvenceink abban is bőven, és néha jobb az, mint az eredeti. Ott alul meg olyanokat válogattunk össze, ahol sokkal jobban tetszett az eredeti változat, mint a képregény, vagyis na, mint az anime adaptációja, a feldolgozása. És akkor elsőként én Lilát kérdezném meg, hogy ő választotta itt a Nana címet, hogy miért az az anime tetszett neki? Miért tetszett neked jobban, mint a manga? A Nanát amiatt választottam, mert ugye egy zenés animéről van szó. Nyilván a zenék miatt sokkal élvezhetőbb anime formában, mint manga formában. Ugye a klipek, tehát a koncertek, amik zajlanak a műben. Nyilván a manga olvasása közben, ha mondjuk berakjuk a CD-jét és hallgatjuk, akkor tudjuk reprezentálni azt az élményt, de nem ugyanaz, mint amikor színesben látod, hallod őket, és egyszer csak elkezdenek énekelni. Alapvetően szerintem elmondható, hogy minden zenés mű jobb animében, mint mangában, éppen emiatt. Igen, folyamatosan nézheted a koncertfelvételeket, tényleg a szereplőket, ahogy megelevenednek, énekelnek. És más ilyen zenéhez hasonló témában hozzákapcsoltuk, még kicsit ide mondom ezt is, hogy a sport is picit jobban működik animében, anime változatban, mert nyilván a paneleken lehet látni, hogy mozdulnak a karakterek, mint akár a shonen fightokban, akár a sportokban, de az is jobban működik animációval. Igen, nyilván, tehát amikor egy meccset látunk, alapból a szurkolók, tehát a szurkolói hangulat, a sípszó, a visszaszámlálás, minden, ami fokozza a feszültséget, sokkal jobban átjön a anime formában, mint a mangában. Igen, teljesen más atmoszférát teremt így, sokkal akciódúsabb. Ugyanakkor meg pont azt beszéltük Istvánnal, hogy ellenpélda, akár a sportoknál, akár a shonen fightoknál, hogyha nagyon túl vannak húzva a jelenetek mondjuk animékben, mit gondolsz erről, hogy akkor így marad ugyanaz az izgalom, mint mondjuk egy mangában, vagy mangában az jobban működik, vagy nincs esetleg túlhúzva? Ez szerintem teljesen változó, hogy vannak ugyan sportanimék, mint a Tsubasa kapitány, ahol ilyen 3 percen át tart egy darab lövés bemutatása, vagy hasonló, szóval az inkább ilyen shonen fightos, hogy ott a különböző technikákat kell begyakorolni, hogy éjjelente kiáll a főszereplő, és rugdossa a labdát az óceánba, és akkor az így mennyire menőség már. Szóval ez egy inkább a klasszikus Neverending shonen fight, ahol a főszereplő elmegy egy másik bolygóra, és akkor ott a szuper kamerákban készül arra, soha nem látott nagy összecsapásra,
hogy majd tudjon győzni a fő gonosz ellen. Igen, szóval hát igen, ugye Dragon Ball gyorsan átlapozhatod ezeket a nem túl akciódús részeket egy mangába, de animében meg ki tudja hány részen keresztül kell követnünk, mire megvalósul célba érnek. És hogyha már nálad van a szó, István, hogy nálad volt előbb a szó, még picit haladjunk itt tovább, mert a filler témáról bőven fogunk később még beszélni. Miért a Ghost in the Shell-t választottad, mint animét, ami jobban tetszett neked, mint a manga? Mert a Ghost in the Shell manga és a 95-ös film az teljesen eltér egymástól. Szóval az egyik, a 95-ös film az egy lassú film, ami meg van szakítva pár akciójelenettel, és ehhez képest maga a manga az egy nagyon vicces kis antológia, így az ember fejében így nyugodtan mehet bármelyik ilyen 80-as évekbeli szinti pop, vagy a Benny Hill Show-nak a zenéje. Szóval ez egy ilyen nagyon lájtos feldolgozás, megközelítése. Motoko az végig poénkodik, semmi komolyságot nem lehet rajta fellelni, és sokkal jobban működik, úgy gondolom, a anime változata, amikor Oshi fogta és kigyomlálta mindenfajta olyan részt a soroz a mangából, ami nem... Motoko fejeit? Hát igen, szóval nem vicceskedt el, hanem így komolyanban vette magát. Nekem ennyi jutott az eszembe, illetve azt szeretném megkérdezni a közönségtől, hogy szokott bárki mangát olvasni? Hát tisztességes... Sokan. Jó, szóval ez egy tisztességes közönség. Jó, okay. Jó, köszönöm. Csak úgy kíváncsi, hogy az, hogy... És animét szoktatok nézni? Jó. Csak azt nem akartam, hogy mangát olvasok, de animét nem nézek. Azon ritkább, de... Igen, szóval így tényleg a Ghost in the Shell, csak még hozzáfűzve, hogy teljesen más az atmoszféra, a hangulat, amit ott megtapasztalhatunk a filmben, mint amit a mangában én is olvastam mindkettőt. És akkor még én elmondanám, hogy miért a Jurukempet választottam oda, mert hát végül is miért gondolnánk, Jurukemp az egy slice of life anime, az működik mindkét médiumban ugyanúgy, tehát lazán kirándulnak, cuki lányok cuki dolgokat csinálnak, az mindegy, hogy lényegében szinte majd, hogy nem mindegy, hogy milyen adaptációt kap, valamennyire kis cuki szép legyen, korrekt legyen és ennyi, de mégis az ilyen kirándulós animék, az ilyen valós helyszíneket bemutató animék, vagyis történetek szerintem azért működnek jobban animében, mint mangában, mert valahogy azok a valós tájak, azok az életképek, azok a helyszínek, ahova mi is szívesen elkirándulnánk, azért egy animében sokkal részletesebben vannak megjelenítve, ugye valós fotókat használnak fel, azokat dolgozzák át animációvá, azokat színezik át, effektelik át, vagy rajzolják újra. Még egy manga panelen is lehet ugye a mangaka által nagyon-nagyon szép, nagyon részletes rajzokat látni, de mégis úgy gondolom, hogy ezek, az a csodás megjelenítés, az atmoszféra, az valahogy a Jurukenben jobban. Vagy például így animében jobban működött a Jurukenben is, vagy a Yamanasusumében is, attól is függ persze, hogy ezek milyen adaptációt kapnak. És térjünk rá most azokra a címekre, ahol a mangát, az eredeti műt sokkal jobban szeretjük, mint a belőlük készült feldolgozást. És akkor újra Lilát kérdezném, hogy miért a Tokyo Ghoult választottad? Igen, én a Tokyo Ghoult választottam, amiatt, mert az animében, tehát nem sikerült úgy visszaadni a mangát, ahogy azt kellett volna. Nekem sokszor az az érzésem volt, mikor néztem, hogy most én itt kihagytam egy részt, vagy mi történt. Tehát, hogy nem volt, fontos dolgok ki voltak hagyva, nem volt kerek az egész történet, és igazából akkor vált kerek egészé, amikor az anime után elolvastam a mangát. Ugye a Tokyo Ghoult-nál még tudni kell azt is, hogy a befejezése, most itt a Re-ről nem beszélnék, csak a első két évadról. Ugye itt a manga az anime befejezése az más volt, mint a mangájé. Ennek az volt az oka, hogy a mangaka akarta, hogy más milyen legyen a animében, ő vigyék el másfelé a szálakat. Nekem az anime befejezés tetszett nagyon, mert szerintem ez egy nagyon jó jelenet volt a zenei aláfestéssel, és az egész, ahogy volt, szerintem egy nagyon felemelő, tehát ilyen szomorú, de ugyanakkor nagyon jó jelenet volt. De tényleg, tehát az anime megnézése után hiányérzetem volt, hogy akkor itt most ez hogy mi. És hát ugye most így a fanok próbálták elérni, hogy ugye újra... Lobbiznak. Hát, hogy igen, lobbiznak, hogy animálja meg a mappa újra, mert ugye nem voltak megelégedve a anime adaptációval, ugye éppen amiatt, mert nem úgy sikerült
azt a képernyőre vinni, ahogy kellett volna, annak ellenére, hogy azért a mangaka kivette a részét az anime feldolgozásban is. Látszik, hogy akkor ezek szerint a vége, mint mangaka új ötlete így működött, csak addig az az út, az a részletesség nem volt meg. Igen, 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 tehát nem volt jól felépítve szerintem, tehát tényleg olyan részek voltak kihagyva, amik kellettek volna bele, hogy egy kerek legyen, kerek egész. De ugyanakkor a manga viszont teljesen jól működik, tehát ha valaki csak azt olvasta, akkor ő viszont egy kerek egész sztorit kap. Az ottani befejezéssel sincsen probléma, tehát itt alapvetően kijelentetjük, hogy a manga valóban jobb, mint az anime. Igen, később még ki is térünk erre, hogy a manga hűség, originál anime változatok problémájára így általánosságban is, de előbb István beszélünk arról, hogy te miért a Hellsing címet választottad, mint Hellsing manga favorit? Mert a Hellsing manga egy ilyen jó békebeli trash horror, szóval ez egy, az ember tudja olvasni nyugodtan, teljesen elborult történet van, nácik jönnek Dél-Amerikából, akik London támadják meg, óriás Zeppelinről szól, aki, látta valaki a Iron Sky-t? Én bizonytalan kezek, jó, oké, nem? Szóval ez egy ilyen, nem baj, szóval ez egy ilyen teljesen, teljesen jól működő horror történet, amiben kapunk egy London apokaliptikus lerohanását, és ehhez képest a tévésorozat, hát egy ilyen kastélyban játszódó, tudja, mutyusság, szóval én teljesen mire akarunk kiukadni, merre akarunk eljutni, ki az a millennium, hát szóval én se eleje, se hátfele. De ezzel szemben a manga az nagyon rendületes és nagyon jó, és megkapjuk a egész manga univerzum legerősebb vámpírját, Alucardot, aminek egy nagyon... Alucard nagyon menő. Hát nagyon menő, szóval most ismeri bárki is Alucardot? Yes. Jó, igen. Ő a legmenőbb animés vámpír? Jó, igen, hát én is így gondolom, szóval... Vagy inkább azokat a vámpírokat szeretjük, akiket a szovjetek fölöldöznek az űrbe. Egy kicsit azt is fejtsd meg, említsd meg, hogy a Hellsingből két anime is készült. Erről mi a véleményed? Igen, jó, persze van az OVA változata is, meg van a speciál változata, ahol azt látjuk, hogy Alucard az hogyan gyilkolja még a 40-es években a nácikat. Most a 70 éve vége a világháborúnak, de még mindig a nácikat írtjuk, szóval. De tényleg így... mindenképp amiről beszélt, ugye az a tévésorozat, míg a Hellsing OVA szerintem pedig egy eléggé pontos, nagyon jó adaptáció, tehát az tényleg a mangának egy hű adaptációja, ahol az atmoszféra is ugyanúgy megjelent, de nyilván az több év volt előkészíteni, vagy elkészíteni, de nagyon jó szerintem, hogy a tévés originál forma után bevállalták egy pontosabb adaptációt is, ritka az ilyesmi. És te miért a Blame felkiáltó jelet választottad? Hát onnan jött a Blame, hogy hát egyrészt tudni kell róla, hogy sokáig nem is volt belőle normális anime változat, csak ilyen pár perces kis, tényleg ilyen kicsit trash kis apróságok, ilyen kis ízelítők, szinte semmi nem volt abban a pár percben, amiből érteni lehetett volna, hogy mi is ez a Blame, csak valami skiffy, cyberpunk, elvont valami fura, sötét világ, és azok nem voltak igazi adaptációk, aztán kapott nemrég Polygon Pictures-től egy 3D-s cégés adaptációt a Blame egy film formájában, ami tudni kell, hogy végül is mint 3D adaptációk, azokkal sokszor problémánk szokott lenni, hogy nem néznek ki a bénák, a karakterek, ahogy mozognak, stb., de a Polygon, akár a Blame-nél, akár a mangaka, a néhány tudomú másik művénél, a Sidóniánál nagyon jó minőségű CG 3D adaptációt készített, tehát ott egy nagyon tényleg folyékony, nagyon szerethető mozgással animálták le a karaktereket, nem az a szokásos előre rajzolt, mozgatott 3D-vel, ami nagyon nyomi szokott lenni. Itt ez így illett hozzá, viszont ettől függetlenül a Blame film, akármennyire jól animált, nem hozza vissza a manga atmoszféráját. Ugye a mangakáról azt kell tudni, hogy ő építészmérnök végzettsége van, és a rajzain olyan mérhetetlenül nagy
tájakat, sci-fi épületeket, ilyen monumentális dolgokat rajzol le, és végig ez a nagyon száraz, nagyon technikai, nagyon tényleg sci-fibe posztapokaliptikus világba hajló jeleneteket ábrázol, hatalmas tereket oldalakon át, amik valami fantasztikusak, elképesztően jó a hangulatuk. Most ezt hiába tudja mondjuk egy CGI animáció a tereket visszaadni, de nem ugyanazzal a hangulattal, nem ugyanazzal a színekkel, stb. Úgyhogy végülis ezért nekem a Blame az egy sokkal nagyobb élmény volt. És itt át is kötném a következő diánkra a témát, ha már 3D animáció, én nem... hoppá, egy kicsit túlogrottam, menjünk vissza... 3D animáció, még egy pici példát hozok, itt túl sokat beszélnék, a Kingdom volt még egy ilyen élmény, aminél az első évad egy nagyon rossz, kis gagyi minőségű 3D-s animációt, dizájnt kapott, ami hát szomorú, mert a Kingdom a mai napig egy nagyon szeretett, nagyon híres, az egyik leginkább fogyó, populárisabb manga Japánban, a japán olvasók számára, és azóta is folyamatosan készülnek belőle anime adaptációk, amik nagyon jó rajzolással, most már rajzolt animációval rendelkeznek, és ezt a 3D cégét csak a nagy, hatalmas csatajeleneteknél, a háborúnál használják ki, de az első évad viszont gagyi lett, csak azt szerettem volna elmondani, hogy nem kéne, hogy az első évad elvegye akár a mangától, akár a folytatásoktól az ember kedvét. Nektek volt még esetleg ilyen címetek, ahol a 3D CG nagyon zavart? Igen, a Berserk. Ugye az első mű, az első évad, az zseniális, fantasztikus, imádjuk, úgy az egészet, ahogy van. És akkor ehhez képest kiadtak utána két évadot, amit ki kéne dobni a kukába. Tehát, hogy ilyen ronda valamit még életemben nem láttam. Tehát, hogy azt, hogy amikor Kaszkának mosolygós feje lenne, és azt látod, mintha szenvedne szegény, tehát, hogy az érzelmeket se tudták rendesen visszaadni. Az egész úgy borzalmas, ahogy van. Tehát pont egy ilyen műnél egy ilyet kiadni, az hát az óriási tragikus. Hiba volt. Igen, tragikus, és jó lenne, ha eltűnne a földszínéről valahogy. Igen, tehát itt volt olyan animáció, hogy egyszerűen ez botrány, hogy ezt egyszerűen kiadták, és ráadásul kétszer, igen. Két évadon mondjuk keresztül. Azt tudni kell, hogy azt hiszem először a sorozatot, amiről, vagy azt a történet szakaszt, amiből a régi sorozat készült, abból azt is újra megfilmesítették, egy ilyen rondább cégi változatban. Igen. Azt nem láttam, de a sorozat az botrány. Hát lényegében ezeket biztos készítette elő, ezeket a sorozatokat, de tényleg én is azt hallottam róla, hogy egyszerűen nem élvezik emberek, nem tudok olyat mondani, akinek tetszett az új Berserk. Én kérek elnézést. Nem, tehát ott a zenéken kívül más, az nem, semmi nem működött. Hát egyetértek. És itt a második dián, ehhez kapcsolatban, tehát olyan fogalmakat emeltünk ki, tehát anime vagy manga viszonylatban, hogy originál hűség, vagy originál adaptáció, manga hűség, típushibák, fillerek, akkor mikor kezdjük el az animét a mangához képest, vagy a mangát a animéhez képest, milyen változtatások férnek bele. Tehát vannak ezek a témáink, és hoztunk ezekhez is passzoló címeket. De először akkor azt kérdezném meg, hogy az originál vagy manga hű témáról mit gondoltok, hogy Lila már ugye említette a Tokyo Ghoul-nál, hogy ott már szóba került ez az originál és manga hűség. Ehhez szeretnél-e még hozzáfűzni valamit, vagy más példát mondani? Más példát mondanék. A Yakusoku no Neverland egy nagyon jó példa ide, ahol ugye a második évad az teljesen átment hát valamilyen szinten originálba. Ugye az első évad az nagyon jó volt, jó visszhangja volt, izgalmas volt, nagyon vártuk a második évadot. És akkor jött a második évad 11 résszel, így a negyedik részig jó volt, aztán az ötödiknél történt valami, és így néztünk, hogy mi van? Ez most mi? Miért? Itt rengeteg mindent kihagytak a mangából, tudni kell, hogy azért, mert 11 részre volt büdzsé. Tehát, hogy a büdzsé a egész animének úgymond a kárára ment, mert nem, tehát egyszerűen nem lehetett visszaadni 11 részen át azt, ami még a mangában történik,
és ezért a manga második felének olyan érzete van, mintha ilyen gyorsított felvételben néznéd az egészet. Jézus. Tehát, hogy semmi nincsen így rendesen, tehát nincs egy kerek íve, hanem csak így egyszerűen így nagyon gyorsan akkor fussuk végig az eseményeket, és zárjuk le, és akkor jó, mi lezártuk. És akkor ez a cím is motivált téged, hogy akkor elkezd a mangát is, vagy ennél azt még nem... Hát igazából követed. Én úgy elolvastam az összefoglalókat, így ugye, hogy mi a különbség. Nem tudom, tehát az a második évad, ez annyira rossz volt. És elvette a kedved esetleg a manga megismerésétől is. Nem hoztam meg a kedvemet, hogy elolvassam, mert egyszerűen el akarom felejteni ezt az egészet. Hát szomorú egyébként, hogy így alakul. Igen, akár szomorú, a mert sztori, az első évad, adaptáció. Igen, első évad tényleg nagyon jó volt, nagyon vártuk a másodikat, de ezt még fel kell dolgozni. Gondolom. És István, neked itt van originális mangahű témánál, én már kinéztem itt a Read or Die-t, hogy miért hoztad azt példának, hogy ott teljesen más az anime és a manga, ha jól tudom. Már nagyon rég. Igen. Igen, szóval a Read or Die, aminek a tévéverziót Magyarországon is adták még valamikor. Van belőle két darab manga, és van belőle két darab anime feldolgozás, és ezt úgy oldották meg, hogy se a OVA-nak, se a tévésorozatnak nincsen köze a mangához. Felhasználják ugyanazokat a karaktereket, de egyébként semmi. Ez egy tipikus, hogyan roncsunk el egy egészen jó alapanyagot egy egészen rossz feldolgozással, és nem lehet azt mondani, hogy fillerek, hát mert mindkét történet gyakorlatilag filler a mangához képest. Szóval ez egy ilyen alapon azt veszük, ez teljes mértékben filler az egész. De eszembe jutott az, hogy originál filler, vagy originál feldolgozás, hogy ott van például a Avatar, az utolsó léghajlító, és most nem a M. Night Shyamalan CGI-es borzalomra gondolok, hanem a animációs film sorozatra. Hogy van egy 61 rész, és az ember azt mondja, hogy van 61 tökéletes rész, azaz lenne, mert van egy rész, az óriás szakadék, vagy amikor ott két törzset kell átszállítani egy ilyen mély kanyonon, és azt még maguk a fandom is úgy tartja, hogy az egy filler. De igen. Miközben a Avatarnak nincsen. Nincs originál képregények. Nincs originál megoldás. Csak maximum hozzá kapcsolódó képregények. Igen. Igen, itt a fillernél ugye két fogalommal is játszunk. Alap esetben a filler azt jelenti, hogy az anime adaptációkban azok a részek, azok a részletek, amik a mangában, az eredeti műben nem szerepeltek benne, és ugye időkitöltőként vannak a sorozatokban, időhúzóként, hogyha esetleg párhuzamosan futott a kettő még, akkor legyen elég idő, hogy az anime ne érje be a mangát. De itt a közönség gyakorlottságából tudom, hogy ezt mindenki más is tudja, viszont a másik filler fogalma ez meg ez, hogy ne a fő történethez kapcsolódó, ugye akármilyen műben, ha nem kapcsolódik a fő eseményhez, a fő cselekményhez, adott kis kiegészítő, kis jelenet, kis cukiskodás, mint a tengerpartos epizódok. Tipikusan az onsen, a karácsony, a tengerparti jelenet. Igen, hogy ez egy originál műben edzőtábor. Is filler. Edzőtábor, és ha összefoglaljuk, hogy mi történt két héttel ezelőtt, mert ezek szerint japároknak a két fesztiválok. Hét memóriájuk, az így ugye elfelejtik. Igen. Még egy jó példa jutott nagyon eszembe, itt szerepel is a Dián, az FMA, a mangahű, vagy originál megoldáshoz. Az FMA-ról tudni kell, ugye, hogy amikor az első anime adaptációja készült, akkor a manga még futott, és teljesen átment egy másik originál vonalba a sztori, aminek egyébként nagyon jól sikerült, egészen a legvégéig. Szerintem az egy nagyon, nagyon jó adaptáció, egy kreatív új ötletekkel, nagyon szerettem én azt a verziót is, kivéve a lezáró filmet, arról nem beszélünk, az nem Shyamalan is létezik. Shyamalan meghódítása? De nem létezik. Ez létezik az a film? Van, aki szereti a Shyamalant, mint FMA film. Ó, egy darab, a baráti körünkben is egy darab valaki van. Ebben tisztán, olyan is. Ne haragudjatok. Viszont készült utána ugye a Brotherhood, ami egy nagyon jó mangahű adaptáció, szinte tökéletesen végigadaptált a mangát, kicsit az elejét azt szorosabbra vette, gyorsabban adaptálta, mivel ez egy ne ismételjük teljesen ugyanazt a menetet meg, de ami rögtön egy fillerrel indult. De még fillerrel indult, igen, ráadásul filler résszel indult, vezette be így az egészet. De nagyon, nagyon szeretjük ezt, mint változatot. De most lépjünk át egy kicsit egy másik témára is. Mondjuk, hogy
mekkora változtatás fér nekünk még bele, vagy nézem, hogy Akiráról még megbeszéltünk, az Akirát előbb azért megkérdezném, hogy miért választottad az Akirát ide, mint mit emelnél hát az ki rajta? Akira film az önmagában is egy pusztító, hosszú film, és nagyon tele van terhelve mindennel, amit az ember el tud képzelni, és ehhez még hozzájön a rendező mangája, amilyen 5 Budapest telefonkönyv vastagságú kötetből adtak ki. Na most ő megkapta az isteni lehetőséget, hogy rendezzen filmet a saját mangájából, és ő hát szerelemgyermekkel nem tudott mit kezdeni, mindent is bele akar tenni abba a játékidőben, és egész egyszerűen, ahogy hallottunk előbbre a feldolgozásban, meg a filmben, annál jobban futott ki az időből, és ezáltal egyre zagyvább lett a kifejtve a politikai háttér, Akirának az ős története, és a többi, és a többi. Szóval ez egy ilyen tipikusan arra jó példa, hogy miért ne engedjük meg a mangakának, hogy animét rendezzen. Meg itt ez egy típushiba, itt szerepel a típushiba itt is a dián, egyik típushiba ez, hogy nem kap megfelelő formátumot egy adaptáció, mondjuk rövid, tehát hogy megkaphatna hozzá egy sorozatot, egy hosszabb műhöz, vagy egy nagyon rövid valamihez pedig ne írjanak egy hosszú sorozatot. Hát most gondold el, hogy Echi odarak rendezné meg a One Piece egy darab mozifilmjét, szóval abban milyen zajgos... Meg lehet valósítani, de ez csak egy nagyon pici szelete az eredeti műnek. Viszont Lilára... Úgyhogy, ha szóba került a One Piece, akkor héten jött ki képek a Netflixes élőszereplős forgatásról, vagy ez ilyen... Jó, látom, hogy itt vannak, akiknek ilyen teljesen új információ, szóval lesz egy Netflixes élőszereplős One Piece, azt akkor... Várjuk, vagy nem várjuk? Jó, látom, hogy ilyen kicsit bizonytalanság. Ilyen Netflix adaptációkra, vagy eleve az amerikai nyugati adaptációkra, úgy látom, hogy nem sokan izgulnak annyira rá. Inkább az élőszereplős részével van a gond. Igen, nem vagyunk megelégedve vele. Viszont Lilára vissza akarok térni, mert átugrottuk itt a animédet, amit választottad, a Kuyo Revenge. Miért hoztad még ide példának? A Tokyo Revengers azért választottam így ide, mert ez abba a témába vág bele, hogy mikor kezdjük el a mangát olvasni az animéhez képest. Hát akkor kell elkezdeni, ha a képeket keresel, és minden, az internet mindent szétszpoilerez, és egyszerűen nem akarod, hogy onnan szedd össze a dolgokat, hanem akkor tényleg akkor a rendje szerint tudjam meg az eseményeket. Hát a Tokyo Revengers volt az, amit... mondhatni, muszáj volt, hogy elolvassam, mert egyszerűen mindenhol spoilerekbe futottam, mert ugye ott sok olyan esemény történik, ami, hát ugye vannak benne halálesetek, nem is egy, és ugye ezeket így lelövik, meg minden, így a poénokat. Itt tehát, nem hogy... lehetett már egyszerűen elkerülnöd a spoilert, nem úgy, mint a Shingekinél. Igen, a Shingekinél még mindig elkerültem, még mindig nem tudom, mi a vége, nagyon büszke vagyok rá, de a Tokyo Revengersnél nem tudtam elkerülni, úgyhogy azt igen, azt követem hétről hétre a mangát. Egyébként tudni kell, hogy az első évad az egy teljesen manga-hű adaptáció. Szerintem így fogják valószínűleg folytatni, maga hűen. Most kicsit motiváltál így ezzel, ahogy mondod, hogy mikor kezdjünk neki, ehhez a témához lenne nekem is hozzáfűzni való. Igen, még. És még ugye annyit akartam, hogy viszont én azért nem szeretek mangát olvasni előbb, mint animét nézni, mert akkor az anime már nem fogja ugyanazt az élményt visszaadni. Tehát konkrétan már leszpoilerezem magamnak az animét. Ezt beszéltük is egymás között, hogy ez igazából nem tudjuk eldönteni, hogy személyiségfüggő, vagy az adaptációnak a minősége. Szerintem ez személyiségfüggő, én nem szeretem alapból a spoilert, nem én szeretem, ha előre tudom. És például a Don't Tenni Varaunál volt az, hogy ott néztem hetente az animét, történt egy olyan esemény, hogy egyszerűen úgy voltam vele, hogy nekem tudnom kell, hogy mi fog történni, és gyorsan elolvastam a mangát. És nyilván, amikor az animébe is kiderül az, ami a mangába, akkor már nem ütött akkorát. Uh-huh. Mint hogyha elsőnek az animében láttam volna, ugye hétről hétre is izgultam volna, hogy úristen, most vajon mi lesz, hanem már tudtam, hogy igen, én tudom, hogy itt ez lesz. Tehát, hogy nekem picit elvesz ebből a meglepetés élményéből
manga ismerete. Ezt teljesen meg tudom érteni. Ezzel szemben én meg mondjuk egy másik példát képvisek, mert én meg egy spoilermániás vagyok, és azt jelenti, hogy hiába tudom már, spoilereztem le, vagy ismerem az eredetit, hogyha szeretem, vagy tetszett, akkor még jobban várom, hogy hogy fogják megadaptálni, és így izgulok, hogy úristen, mindjárt lesz animében is, és vajon hogy lesz, mint lesz. És tény, hogy ezt a meglepetés erejét, ezt viszont teljesen el tudja venni, de még így is lehet igazán szerint, de ez bizonyára személyiség függő. És akkor kicsit átkötnék majd még egy típus hibára ezt a témát, hogy mikor is kezdjük el a mangát az animéhez képest. Most én a docuseit hoztam itt példának, hogy a docusei, ugye BL történet, annak készült egy ilyen egyórás kis anime filmje, ami nagyon cuki, teljesen úgy működik, mint a manga, aranyosak benne a szereplők, aranyos az egész, nem hagyta ki szinte semmit belőle, viszont a mangaka, a Nakamura Asumiko utána írt, vagyis hát készített, rajzolat írt több folytatást, több folytatás mangát, azok már más címen futnak, ugye az Obi, a Blank, stb. Nos, hogyha az ember kíváncsi, hogy mi lesz még így a főszereplőkkel, a fiúkkal, akkor nyilván el kell, hogy olvassa ezeket a folytatás mangákat, mert nem készült belőlük azóta se adaptáció, sajnos bár nincs kizár, vagy egyszer, majd hát, ha valaha. És itt kötném egy picit be, hogy ugye ez a történet foglalkozik a szexualitással, hogy a szexualitás is egy olyan téma, ami néha az adaptációkban cenzúrázásra, finomításra kerül. Ez is egy típus hiba, hogy akár egy felnőttebbeknek szóló műnél ritkán kapunk olyan adaptációt, ahol ez annyira realisztikusan, vagy annyira nyersen megjelenik, mint mondjuk egy mangában, és ugyanez igaz az erőszak témára. Mit gondoltok erről, mint erőszak megjelenítése az animékben a mangákhoz képest, vagy a szexualitás megjelenítése? Hát ugye nyilván szoktak kiadni ugye, cenzúrázott, meg cenzúramentes verziókat, például a Tokyo Revengersből is létezik cenzúramentes és cenzúrázott, épp azért, mert abban sok az erőszak, a vér. Tehát nyilván arról meg ne is beszéljünk, hogy miket csinálnak például Kínában, meg Amerikában, hogyan finomítják az animációkban, ugye rengeteg ezeket a cenzúrákat. Kivágnak, megváltoztatnak. Igen, tehát hogy egyszerűen már az, hogy ugye a Sailor Moonban Usagi fürdik, és akkor egyszerűen, hogy nem lehet, mert ki a dekoltázsa, azt is lefinomítják, tehát olyan kis apróságokat, ami amúgy meg ezek szerintem tök feleslegesek, de igen, tehát hogy a animációban nagyon gyakran nem azt kapjuk, mint ami a mangában van, tehát lefinomítják. Ebben nagyon sokkal jobban működik az eredeti. István, neked van ilyen tapasztalásod, hogy így mondjuk te tudom, hogy nem kedveled annyira így a nagy véres erőszakot, vagy így a szexualitás, de olyan művek. Hát animékben általában ugye mindig finomítják az erőszak megjelenítését, mert ugye a mangában több mindent el lehet adni, főleg amivel tévére szállnak, ott megfinomítani kell. Ilyen volt például, nyugodtan lehet, volt ez a halas banán, vagy banános hal, banánafis. Szóval, hogy ott is ilyen, ami elfért a 80-as években, az már nem fért bele a 2010-es években, vagy ott volt Tezukának a Dororója, ami ugye korábban jelent meg, ugye a 60-as, 70-es években, és az ugye most animálták meg. Igen, itt nagyon jól felvetetted ezt a témát, hogy konkrétan ilyen környezetet, közeget változtatnak meg mondjuk az eredeti műhöz képest, nem is azt, hogy most kicenzúreznek belőle, hanem megváltoztatják ahhoz, hogy aktuálisabb legyen. De ugye itt az előny, hogy az ember, amikor már elkezdi nézni a sorozatot, akkor tudja, hogy le van zárva a manga. Szóval már nem az van, hogy még mennyi ideig fog tartani, szóval nem úgy jár, mint az ember az Excel szagával, hogy ez még csak 3 éve fut, és akkor rádöbben, és még 10 éven átfutott az Excel szaga a manga, miután véget ért az anime, szóval, hogy nem tud akkor belefutni ilyenekbe, hogy akkor is olvasom, amikor már nem akarom, csak mert ha már egyszer elkezdtem, vagy csak én vagyok ilyen, hogy ha már egyszer elkezdtem, akkor befejezem? Hát igen, azért vannak, akik tudják, félbe tudják hagyni a dolgokat, hogyha nem tetszik nekik. Az jutott még itt eszembe, hogy mekkora változtatás fér bele, hogy lényegében ehhez még egy-egy gondolatot mondjatok, hogy mitől függ ez, hogy milyen nagy változtatást, vagy milyen változtatási mértéket tudtok elfogadni, hogyha már a mangát, az eredeti műt ismertétek előbb, ahhoz képest milyen változtatás férhet bele, mekkora mértékű, vagy mi múlik ez, hogy tetszik attól még az adaptáció?
Szerintem vannak olyan művek, ahol, aminek jót is tenne a változás, hogy például az animében kicsit más irányba viszik el, mint a mangában, mert azért tehát vannak olyan mangák, ahol vannak úgymond hibák, amiket jó lenne, ha másképp menne a történet, hogyha más irányt venne. Ki tudja, hogy a Shingeki végét kicsit megoriginálják, kicsit kibővítik, mert ott nagyon sokaknak nem tetszik a manga lezárása például. Igen, például ilyen műveknél, ahol ugye olyan visszhangot kapott a manga vége, hogy egyszerűen nincsenek megelégedve vele a fanok. Ilyenkor például szerintem, ha csinálnak egy original endinget, akkor lehet, hogy az még jól is tud elsülni. És neked István, mikor van igényed esetleg ilyesmire? Nincs. Én nem tudok ilyen konkrétan mondani, mert szerintem, hogyha jól áll a változtatás, akkor miért ne? Szóval... Én nem tudok ilyen konkrétan azt mondani, hogy olyaj, ott a 16 éves karaktert fiatalították, vagy idősítették, vagy bármilyen hasonló. Vannak ilyen necces változtatások, amikre igazán harapnak a fanok. Nem, én bevallom, szóval én ezt is el tudom viselni, sőt, én még olyan eretnek vagyok, hogy még a filereket el tudom fogadni, szóval tudom, hogy egyesek így kidobják a Naruto-nak bizonyos százalékát, hogy és akkor gyakran egy hét alatt végig tudja nézni az ember a Narutot, ha a filereket nem nézi, de... Igen, mi Lillával inkább úgy néznénk meg, hogy így a fillereket azt kihagynánk belőle. Én úgy néztem meg a Narutot. Ja, te jó, már túl is vagy rajta, én már azóta sem. Egy darabig néztem a fillereket, de hát én mondom, hogy én ezt már nem bírom tovább, most már lényeget akarom látni. Igen, és a Detektív Conan is, az viszont az anime milyen lenne a fillerek nélkül? Hát a döntő százaléka az... Nem létezne. Detektív Conan az a fillerek non plus ultrája, szóval, hogy ott nem is tudjuk egészen megállapítani, aki nem olvassa magát, az nem tudja, hogy éppen mi a kánon és mi a filler rész, mert gyilkolna, Conan megoldja, a Kogoró meg alszik, szóval, és készen mondtam egy egész Conan elmúlt 10 évét, szóval. Erre van ráhúzva az összes másik epizód, vagy a sok-sok film, ami kijön. De még mielőtt tovább ugrannánk a következő diára, mert látom, hogy még szépen van időnk. Még egy picit megkérdezném a közönséget, hogy ki látta a One Punch Man sorozatot? Ó, sokan. És a Horimiát? Ó, azt is sokan. És azért hoztam ezt példáknak, hogy egy kicsit érdekesség itt az anime vs. manga témába, hogyha az anime felkeltette az emberek figyelmét, érdeklődését, és szívesen nézzük meg ezeknek a mangáit, és érdekesség ennél a kettőnél, hogy többféle mangájuk is van. És észreveszük, vagy abba futunk bele, hogy úristen, most miért van két mangája, most akkor melyikhez kezdjek, melyik az eredeti, melyik micsoda, és akkor ezeknél fordul elő, hogy a mangaka, az eredeti alkotó, hát nem tud úgy jól rajzolni, nincs annyira nagy tehetsége, mint egy már tapasztaltabb mangakának, vagy még csak nagyon amatőr, nagyon kezdő, és őt a Pixiven digitálisan futtatta ezeket a sorozatait Japánba, és aztán mégis annyira jól működött, annyira híres lett, hogy jól ment, hogy egy másik mangaka, aki sokkal tehetségesebb, már sokkal tapasztaltabb, felkarolta a művet, vagy felkérték rá, és akár a One Punch Man-nál, akár a Horimiánál készült belőlük egy ilyen szebb, vagy minőségibb változat, de ettől még ugyanúgy veszik, fogyasztják mindkét stílust. Viszont ide kötném egy picit, mondd, hogyha van hozzám fizibalod. Nem, csak azért hogy pont a közelmúltban történt két haláleset, ugye egyik a Golgo 13-nak a mangakája meghalt, a másik meg ugye már a szóba került Berserknek, és ugye pont a héten jött ki a hír, hogy folytatják a mangát. Ugye hát már ugye nem Kentaro fogja rajzolni, és hogy vajon ez milyen törést tud okozni egy-egy. Mert az amerikai képregényeknél ott megszoktuk, hogy a 10 évente, 5 évente semmiből újból kezdik Batman, Superman, meg igen, más Marvel gyerek karakternek a ritkább, és de mégis több eset előfordul, hogy más mangakák veszik át valaki másnak a művét. És egy kicsit átkötném ide, most itt a digitális megjelenés miatt jutott eszembe, akkor a következő témánk, ugye ezek akár a One Punch Man mangakája, akár a Horimiya mangakája először digitálisan publikálta a mangáit, míg Japánban ettől még ugyanolyan formátumban jelent meg, online is, mint ahogy egy manga formátum szokott. Ugye a manga formátum, és miről is beszélek, tudjuk, hogy néz ki egy manga, fekete-fehér panelekből, vagy oldalakból le, ugyanúgy, mint az amerikai képregények, csak más elrendezés, más stílus.
Viszont a távol-keleten népszerű lett még a webtoon. Honnan is jön a webtoon, ezek a koreai, kínai mangák, az más néven manhwa, koreaiul, kínaiul manhwa, és hoztunk ezekre is anime és képregény párokat, itt több mindent, hogy lássuk, hogy miért is lett népszerű ez a webtoon formátum, vagy mi a véleményetek erről a webtoon formátumban, mitől más, mint a japánok verziója? Hát ugye a webtoon attól más, például a Tower of God esetében ugye a színes. Tehát teljesen színes a mű. Szinte mindig színes. Egészen más. Egyébként most volt szerencsém megnézni a Tower of God mangáját olasz nyelven, és hát meglehetősen ronda a rajzolása egyébként, tehát hogy nem igazán tetszett. Ugye a Netflix dolgozta fel egy 13 részes animében, vagyis kezdte el, de hát ugye félbehagyták. Viszont az egy nagyon jó kedvet csináló ahhoz, hogy elkezdje az ember olvasni, és jó hír, hogy novembertől már angolul is meg lehet majd venni fizikai formában. De nyilván, tehát egészen más, sokkal nagyobbak, tehát ezek igen, a fizikai kiadások mobil képernyőre, ilyen hosszanti képernyőkre vannak optimalizálva ezek az oldalak, ezek a webtoon oldalak, és nyilván, hogyha mégis fizikális kiadásra kerül a sor, mint amit te is mondtasz, akkor ezt kicsit újra kell szerkeszteni, vagy át kell szerkeszteniük a kinyomtatott oldalformára. De nagyobb egyébként, tehát hogy kezedbe veszed, és nem az a tipikus manga méret, hanem annál jóval nagyobb. De te, ha belelapozol, akkor is látod, tehát egyszerűen érezni a különbséget, hogy ez nem a megszokott japán manga, hanem ez más. Igen, picit filmszerűbb, picit animációbbszerűbb így a hatása ezeknek a rajzoknak, ezeknek az oldalaknak. És nyilván így hetente viszont, mivel többet kell rajzolni, színezni, és ezek is hetente futnak, a sztoriban viszont kevesebb fér bele, cselekményben kevesebb fér bele egy-egy hét fejezetében, mint mondjuk egy manga verzió esetén. És István mondta nekem, hogy nem is nagyon szeret te gépen olyan webtoont olvasni, és miért zavaró neked mondjuk gépen, monitoron webtoont olvasni? Én azért nem szeretek webtoont olvasni, mert főleg gépen, szóval nem mobilon, mert ugye nem arra van kitalálva, hanem van egy nagyon hosszú panelcsík, azt kellene az embernek görgetnie, és mire a végére elfelejti, hogy mi volt a tetején. Szóval ez egy ilyen amnéziás aranyhalaknak nagyon rossz olvasni az ilyen dolgokat. De hát ez is egy ilyen érdekesség, ugye, hogy ez a 2000-es években indult el, és hogy Japánban ugye leginkább ezek a Mi? Fényregények? Nem, light novellek. Light novell, nehogy fényregényt mondj. Igen, szóval, hogy... Szóval igen. Könnyed fiataloknak készült. Igen, szóval, regények. Hogy Japánban inkább ezek a típusok terjedtek el, és hogy ebben szemben Koreában lettek azok, akik ilyen gyakorlatilag webtoon nagy hatalommá fejlesztették magukat, hogy nagyon sok... képregényt tesznek ki az internetre, és már ugye ez már annyira népszerű, hogy már a koreai filmekben is ez egy visszatérő toposz, hogy van a szegény, kirúgott volt titkos ügynök, aki elment webtoon rajzolónak, mert ez egy ilyen teljesen hihető életpálya modell. Hogy... Az egy nagyon szórakoztató film volt, de még ide kapcsolnám, hogy bár a japánok is, nehogy azt higgyük, hogy ők elektronikusan nem publikálják a műveiket, csak nem ilyen webtoon formátumban. Nagyon sok ilyen e-könyv oldaluk van, ahol ugyanúgy a nyomtatott verzió időpontjában ugyanúgy megjelenik, elektronikus változata is azoknak a manga antológiáknak, amit a japánok hétről hétre vesznek, olvassák a metró, munkába menet, jövet, stb. Munka helyett. Na, ez egy kis gonosz viccot. Szóval ezek is ugyanúgy olvashatók online, akár így görgetve, ahogy a webtoon, akár lapozgatva, tök mindegy, mint animációval, mégse terjedt el náluk az a színes webtoon formátum, mert nyilván arra vannak optimalizálva, az ipar arra van optimalizálva, hogy papíron, nyomtatásban is megjelenjenek ezek. Viszont mondjuk érdekesség, hogy manháknál, manváknál is jelennek meg mangához hasonló formátumú művek. Csak azt akartam még mondani, hogy ugye, hogy kb. Két-három hete jelent meg egy, hogy az a mangáknak az elmúlt üzleti évéből szóló adatok, és ott azt tűnik, hogy már Japánban is többet adnak el online térben, szóval amit már nem fizikális formában nyomtatnak ki, hanem különböző fizetőfal mögé, ugye ez a divatos szó, hogy pénzfal mögé rejtik el a tartalmat, és azt adják el, és ebből már több bevétele van
Shonen Jumpnak, vagy bármelyik kiadónak, mint magából abból, hogy papíralapon megveszik a rajongók a kiadványokat. Szóval ez csak egy ilyen érdekes, hogy Japánban is azért elindultak a webtoon irányába. Igen, most még egy másik példa jutott eszembe, de a regényekhez kötve, aztán váltani fogok, hogy ne beszéljek ennyire sokat, mert le kell lőnöm magam, nekem nagy kedvenceim a kínai dammei regények, kínai regények. Erre például a legutolsó kép, bár a Tiangan Cifu, most azt kell tudni, hogy csomó kínai manháról, mangáról, hogy meg a animéről, hogy nem is a manga az eredeti alap, hanem mindkettő párhuzamosan fut, a manga verzió is, vagy manha verzió is, meg az anime verzió is, valamennyire párhuzamosan futnak bizonyos eltolódásokkal, de x idő után ugyanarra a cselekmény pontra jutnak el, mert mindkettőnek valójában egy regény az alapja, nagyon hosszú regények, ami hát ezzel a tempóval, ahogy most jelenleg a kínai piac dolgozik, hát sok-sok év lesz, mire ezeket a hosszabb, több kötetes műveket végigadaptálják, akár animében, akár manhában, de erre például a Mo Xiangtong Xiu művei, amiknek a regényei egyre felkapottabbak, népszerűsítik már világszerte így ezeket a kínai műveket, mint adaptációk. Nem, csak azt akartam mondani, hogy egyébként a képregénynek, mint műfajnak ez egyik az alap, imádják a különböző regényeket földolgozni képregény formában, szóval a magyar országon is ott vannak például a rejtő regények feldolgozása képregényben, de mangában is megjelentek már különböző történetek feldolgozása, vagy éppen magyarul kiadott Alice Csoda Országban, vagy Hamlet, vagy a kedvencem OL, a vagy Biblia manga. English language. Tessék? Ezek a OL mangák, vagy original. Igen, hát jó, de English. Akkor is léteznek ilyen feldolgozások. És most Lilát akarom még itt megkérdezni, hogy azt hiszem, hogy te nem gyűjtötted be az Ánybírót, de vagy az Ánybíró neked nincs meg, de mit gondolsz erről, mint hogy első olyan távol-keleti képregény volt itt, amit itthon elkezdtek kiadni így manga formátumban, hogy mit gondolsz erről, hogy végül is ez nem japán volt, de mégis japán stílusú, és valójában egy kicsit érdekel, mert te is szenvedélyes gyűjtő vagy, mint mi ketten is, hogy miért nem gyűjtötted be esetleg ezt? Mi az alapján gyűjtöd be mondjuk te a mangákat? Hát én a mangákat az alapján veszem, hogy mi az, amit nagyon imádok. Tehát helyhiány lévén azért nem tudok mindent begyűjteni. Én nem veszek meg azért, tehát nem gyűjtök azért valamit, mert kiadták magyarul. Az Árbírót olvastam egyébként végig, jó volt, de engem nem ragadott meg annyira, hogy meg akarjam tartani, vagy hogy újra akarjam olvasni. Tehát akkor megvetted, csak aztán továbbadtál. Igen, tehát olvastam, tehát láttam is, ami készült. Abban is készült anime. Igen, azt is láttam, de egyszerűen nem fogott meg annyira, hogy megtartsam, de nyilván annala megvan végig, mert azt imádom, tehát... Engem ez motivál, mondjuk, hogy mit vegyek meg, hogy mi az, amit imádok. Nyilván a Tokyo Revengers fogom majd most angolul kigyűjteni, és vagyok annyira fanatikus, hogy olaszul is megveszem, hogyha ott van előttem. Ezt azért mondja, mert most nyaralt Olaszországban, és tegnap éjjel hajnalban jött haza, és már is hozott olasz nyelvű mangákat. Hát igen, vettem, és a Tower of God is nagyon csábított, de azt inkább majd angolul. Igen, és ide is kötném akkor a következő diánkat, ugye a mangák beszerzése, animék beszerzése, itt több mindenről is beszélhetünk. Az egyik ez akkor, hogy itthon azért is emelte ki Lilla, hogy ő nem gyűjt azért, mert hogy csak magyar nyelven megjelent és legyen meg a gyűjtemény, mert Istvánnal szenvedélyesen ilyen gyűjtők vagyunk, hogy ami itthon megjelent és távol-keleti képregény, azt megvásároltuk szinte mindent, legalábbis igyekszünk beszerezni mindent. De honnan is szerezhetjük be? Ugye sajnos magyarul mostanában nem adnak ki új mangát, vagyis hát a Fumax pont tavasszal hozott egy manhát, egy koreai művet, illetve a Vadvirágoknál fut a Vízisten mennyasszonya, ami hamarosan vélhetőleg már befejezésre fog kerülni, de mostanában szinte sajnos csak angol nyelven vásárolunk mangákat. Honnan szoktatok vásárolni? Van az Usagi is. Ó, bocsánat, de az Usagi nem távol-keleti, csak távol-keleti stílusú amerikai alkotó műve. Igen, hát ugye én az angol mangákat főleg bookdepóról szoktam venni, illetve van, amit a Prospero által veszek meg, mert ők jó áron dolgoznak, illetve itt Pesten belül ugye el tudok menni a könyvért, és akkor nem kell attól félni, hogy na vajon mit művel vele a posta, vagy hogy éppen
megérkezik egyáltalán, vagy nem a kötet. Úgyhogy ez a kettő hely, ahol beszoktam ezeket szerezni igazából. Igen, a Book Depot, ugye azt kell tudni, hogy ez egy brit oldal, brit weboldal, ahonnan így, vagyis hát egy gyűjtőáldal, és vámmentesen, meg szállítási költség nélkül, ingyenes szállítással tudjuk megvásárolni ugye a mangákat. És ha valaki gyűjt egy sorozatot, akkor ajánlom, hogy minél előbb szerezzen be minden kötetet, mert egyre nehezebb bepótolni a lukakat. Nekem volt egy sorozat, aminél nagyon nehezen, de eBay-en kellett megvennem jóval drágábban egy kötetet, mert egyszerűen nem adja ki a kiadó újra, és ha elfogy, akkor így jártál, akkor vagy megveszed e-bookon, vagy akkor lesz egy luk. Úgy kell összevadászni. Tehát ne várjatok, vegyétek meg, amint tudjátok. Igen, és említetted ugye a Prosperót. A Prosperóhoz hasonló bolt még itt nálunk Budapesten a Bestsellers, de ugyanúgy Magyarországra szállít, úgy tudom, mind a kettő, de itt budapesti átvételi ponttal rendelkeznek. Ezek ugye magyar webboltok, magyar könyvrendelős voltok, kifejezetten angol nyelvű vagy külföldről hoznak be könyveket, és így képregényeket is. Nagyon sokszor már a keresőjükben is rá lehet keresni a mangákba, már beleteszik a webáruházukba, de meg is lehet kérni őket, hogy hozzanak be ilyen címeket. Aki pedig japánul szeretne vásárolni mangát, vagy bármilyen ilyen médiaanyagot, mert mondjuk szeretné gyakorolni a nyelvet, annak pedig a CD Japan tudjuk ajánlani, ahol rengeteg manga, újságok, mindenféle médiumok találhatóak. Igen, és viszonylag jó áron, persze vannak hát, itt persze is más eredeti kiadójáron, de... Igen, Mandarake még hasonló oldal, illetve hogyha mégsem valami nagyon különlegeseket akarunk beszerezni, nem csak mangát vagy anime DVD-t, bár hozzá kell tennem, hogy a japán anime megjelenések horribilis áron vannak, de vannak különböző proxy oldalak, akár az M-Market, akár más, amin keresztül beszerezhetjük ezeket. István akartál szólni. Igen, egyrészt lenni kérdés, hogy más is gyűjt rajtunk kívül mangákat? Szóval van otthon manga, akkor úgy kérdezem. Jó. Hát ez, jó, nem azt kérdeztem, jó, köszönöm, nem azt kérdeztem, hogy megvan-e esetleg a Detektív Conan összes, eddig megjelent 100x darab kötete, mert az pénztárca gyilkos, csak úgy, hogy van-e. És na, az jutott eszembe, hogy aki mondjuk berzenkedik mondjuk a külföldi megrendeléstől, vagy nem tudja, hogy neki áll ez a manga gyűjtés, az nyugodtan megpróbálhatja magyarul is a megjelent kiadványokat, hogy milyen érzés beszerezni. Jézus Krisztus. Szóval, hogy egyéb ilyen dolgokat csinálni. Szerintem mindenki tud találni magának magyarul is megjelent képregényt, mangákat, vagy valami hasonlókat, hogy megnézni, hogy szeretné-e ő gyűjteni, szereti-e egyáltalán kézbe fogni, mert teljesen a hazai más, manga amikor... kiadást vele. Nem, csak teljesen más, amikor online olvassa az ember, mert akkor fizikális. 5 perc alatt végigpörgeti azt a 20 oldalt, és más megfogni, kinyitni, szagolni, bele elolvasni a mangakának a személyes kis történetét, hogy hogy jött létre ez vagy az a karakter. Szóval ezek szerintem kis pozitívumot adnak, és ki szeretném emelni, hogy vannak különböző hangák, ugye ezek a magyar nyelvű mangák, amelyek egy magyar rajzolók rajzol, alkotnak. Vannak köztük rövid pár kockás vagy pár oldalasak, de vannak, amelyek már több kötetet is megöltek szerencsére. Szóval, hogyha van rá lehetőség, próbáljuk őket támogatni, hogy ne csak a Spy X Family-be lássuk vissza a magyar tájakat, vagy nem tudom, Code Geass-ben lássuk a Soproni. Pilla akar még valamit szólni, hagyd egy kicsit. Igen, ugye nekem nagy szívfájdalmam az, hogy... hogy akárha ugye például Bécsben jár az ember, tehát német közeli anyanyelvi területen, olasz, spanyol, tehát ott olyan manga, olyan kultúrája van az animének, manga a mangának. Van. Igen, a legújabb címeket adják ki. Tehát, hogy ott bemész egy ilyen... Hogy itthon nincs ilyen. Igen, tehát, hogy bemész egy könyvesboltba, egy normál könyvesboltba, és ugye ilyen külön manga részlegek vannak, ahol, tehát, hogy annyira tök jó érzés, és főleg egy ilyen animeboltba is bemész, hogy így polcokon sorokoznak a mangák, hogy hát igen, ez elég rossz, hogy nálunk nincs ilyen, tehát, hogy így annyira meghalt ez a manga kiadás. Nagyon hiányzik. Mi is akárhányszor elmegyünk hát, a Bestsellersnek az üzletem mellett, gyors beszaladunk, van-e pár manga ott kirakva a polcra, mert néha előferdül.
Csak én szeretném kiegészíteni annyival, hogy ugye Európa legnagyobb piaca, meg talán a világ egyik harmadik legnagyobb manga piaca, az a francia, szóval a Franciaországban most rengeteg mangát adnak ki. Tényleg olyan címek jelennek meg, amelyekről még, még angol nyelven sem lehet megtalálni a hivatalos kiadásokat, de ők már... Jó, igen, most jön a kérdés, hogy na is hányan beszélnek franciául? Igen. Jó, még... oké, egy kicsit hátrébb húzódok, oké. Jaj. Még egy kicsit a manga beszerzéshez, megemlíteném az applikációkat, ugye beszéltünk itt a webtoonokról, beszéltünk itt az e-pub, vagyis hát e-manga megjelenésekről, ugye a japán oldalakon, viszont vannak kapásból angol nyelvű hivatalos ilyen manga applikációk is, például a Manga Plus, vagy a Shonen Jump Manga and Comics, itt is van jó pár olyan cím, ami már az eredeti japán megjelenéssel együtt angolul is hivatalosan megjelenteti a sorozatokat, érdemes ezeket az applikációkat vagy weboldalakat használni, ott követni a hivatalos oldalakon, teljesen ingyenesen. Sokszor van egy-kettőnél olyankor lehet, hogy előfizetéshez kötött, vagy az legújabb fejezet előfizetéshez kötött, de nagyon sok ingyen, teljesen követhető, olvasható, hetente napra késznek lehet lenni benne. Ugyanez igaz a kínai webtoonokra, mahákra, vagy koreaiokra. Koreaiaknál itt nem szerepel, de a Lezin oldal egy ilyen nagyon ismert weboldal, ahol kapásból angolul is publikálják a műveket, és így ilyen a Bilibili Comics pedig a kínaiaknál egy ilyen ismert applikáció, ami tele van a webtoonokkal, és nyilván X összeggel feltöltöd ezeket az applikációkat, akkor ott a legújabb fejezeteket fizetve tudod olvasni, de a többit meg mind ingyenesen. De ráadásul itt a Bilibili Comics például teljesen ingyenes, ott csak a bizonyos percet vagy óra korlátot kell várnod, hogy ingyenesen olvashat a legújabb fejezeteket. És mi a helyzet az animékkel? Ja, nem, csak azt akartam mondani, hogy szóval az ember így most rámegy az Manga Plusnak a applikációjára, és rögtön a Naruto, Bleach-t, meg a Jojo-t. Soha nem fájtok egyből. De nem, hát most itt minden én van, ami... Én a Dragon Ball-t olvasom ott. A Dragon hát Ball Super aktuális. Végig nézve szerintem mindenki tud találni magának tetsző történetet, és teljesen ingyenes. Szóval ezt így, aki tudja és szereti, és miközben utazik a metron, vagy... Hát nyilván bármi más. Most, aki ugye az annak megy csak, aki jól tud angolul, és aki magyarul szeretné, az hát, rá van kényszerülve a fanfordítók munkáira. És ha nem fájtok nyelvezet, az nem olyan bonyolult. Ez igaz. Jó, mondjuk, jól okay, lehet angolul tanulni. Oké, okay, de azért csak megértünk, hogy Bankai, szóval, hogy vagy nem, nem vagy. Jó, és akkor még... De a Google Translate az mindig kisegít, szóval... Ez teljesen, és főleg a képfordítós megoldás. Igen, vajon mit jelent minden a bankáj? Minden elolvasható azzal együtt. Még ugye az utolsó ilyen 10 percünkben beszélnénk még picit a streaming szolgáltatókról, mert ugye animék beszerzését is említettük, hol lehet hivatalosan beszerezni őket, hát DVD-n nem sok minden, vagy Blu-ray-en nem sok minden érhető el számunkra. Mármint, hogy angolul sem annyira sok, bár jóval többet kiadnak, magyarul szinten mostanság semmit. Viszont ezek nagyon drágák, főleg a japán alap eredeti kiadások iszonyatosan sok ilyenbe kerülnek, míg az angol nyelvű kiadványok azok valamivel olcsóbbak, érdemes azokat beszerezni, ha van belőle amerikai kiadás vagy angol változat. Viszont amik most az utóbbi években ugye, nagy térnyeréssel hódítanak, a streaming szolgáltatók. Ti követtek bármilyen streaming szolgáltatót, vagy tudtok erre példát mondani? Hát ugye a Netflixen adják ki, mondhatni, a legújabb animéket, tehát ott lehet megnézni mindenféle felirattal, van, ami magyar felirattal is kijön. Például a Tiger and Bunny második évada is ott ment. Azért jó ugye a Netflixes, mert van, ami egyből lemegy. Tehát, hogy nem kell várni heteket, hanem fogod, és akkor meg is tudod egyből nézni. Egybe kiadják az egész sorozatot. Igen, és ez olyanoknak nagyon jó, akik szeretik darálni a sorozatokat. Azoknak ez például tök nagy előny. Én egyrészt azt mondom, hogy érdemes figyelni a különböző régiókat is, mert pár évvel ezelőtt megjelent egy hír, hogy óriási hír, az HBO megszerezte az összes Ghibli filmnek a jogát. Utána még ugyanaznap megjelent ugyanez a hír, hogy óriási hír, a Netflix megszerezte az összes Ghibli mozinak a jogát, és akkor kiderült, hát ez a különbség, hogy az HBO az Egyesült Államokra, míg a Netflix az pedig a világ többi részére szerezte meg a Ghibli moziknak a jogait.
Szóval természetesen érdemes nézni, hogy a régiókat, meg hát egy-egy anime nem kötődik valamelyik nagy amerikai stúdióhoz, mert például ugye a most induló Disney Plus-on lesz a tavalyi év egyik legjobb anime kiadványa, a Star Wars Visions, vagy bármelyik Marvel-es anime, mert van Marvelnek a különböző animéi, teljesen érdekes módon, vagy bizarr módon. Szóval mindegyik nagy szolgáltató próbálja lefedni ezt a történetet is. Hát az a különbség, hogy a Netflix az, aki eddig elég sok animét pénzelt, szóval hogy gyártási költségbe is beszállt, és mi készítettek, vagy készítenek élőszereplős feldolgozásokat. Ugye volt a Cowboy Bebop élőszereplő, amit láttunk. Igen, hát vannak. És tetszett is nektek? Igen, jó. Ez az valakinek igen, elégedett néző. Jó, ez úriember, ez egy nagyon tisztességes ember, szóval ő látta is, és tetszett is neki. Igen, de ha mondtam, hogy most készül a One Piece, vagy éppen az Avatarnak a 10 rész, ami részenként 10 millió dollárból. Igen, még szóval... egy picit félbeszakítalak, de aztán visszakötök ide, hogy kínai példákat ismét megemlíteném, személyes kedvencek, a Donghua animációk. Ezek, most István ugye mondta ezeket a régió korlátokat, a YouTube-on lehet előfizetni például a Bilibilis animékre, és előfordulott is, hogy bizonyos országokban nem érhető el angolul, angol felirattal az adott epizód, míg több előfizetőnek valami, meg nincs így régióhoz kötve, szinte mindenkinek elérhető. Ez attól is függ mondjuk, hogy az adott cím, futam például a Funimation-ön, amik ugye kifejezetten anime stream oldal, vagy a Crunchyroll-on, mert akkor nyilván ott vannak a jogok, azok nem kerülnek fel a YouTube-ra. De a Crunchyroll például szintén elérhető nálunk is, azt is ott is tudjuk követni az animéket, valamint be vannak kötve néha egy-egy adatbázis oldalba, vagy a My Animalist szép nagy hivatalos oldalán nőtte ki magát, és ott is nézhetők ezek. Sőt, van, hogy csak az legújabb epizód van lekorlátozva, ugye fizetős felhasználói fiókhoz kötve, és a többi mind ingyenesen követhető így hivatalos formában is. Nekem még annyi jutott az eszembe, hogy aki nagyon különlegességekre akar utazni, és nem akar nagyon sok pénzt kiadni, azok a különböző ilyen rajzos oldalakon, mint a Pixiv, vagy a DeviantArton is lehet keresni befutott képregényeket. Szóval például az egyik legismertebb, vagy általam ismert az a Avatar univerzumhoz kapcsolódó Genji Avatar, ugye, aki mondjuk a Korra után következne. De ez egy fan artnak indult, fan képregénynek, de most már ott tartunk, hogy a YouTube-on van hozzá már egész tisztességes animáció. Szóval aki akar, az még ilyen téren is próbálkozhat, hogy nem hivatalos vagy félhivatalos megoldás, a Patreonon is lehet találni olyan művészeket, akik feltörekvőek. Igen. És még utolsó itt példának a VTV-t említettük meg, az szintén a kínaiaknak, a kínai animéknek a stream oldala, angol nyelvű, angol felirattal ott is megjelennek különböző címek. És nem tudom, hogy ti bármit néztetek-e így kínaiul, most így megkérdezem még így zárásként, hogy én itt nagy népszerűsítésben vagyok, hogy nézzünk kínai animációs sorozatokat is, és kíváncsi vagyok, hogy ti, ha nem is a VTV-n, de követtetek-e bármilyen kínai sorozatot? Én egyet bírtam megnézni, mert nem bírom ezt a kínai nyelvet, úgyhogy csak azt tudom megnézni, ami kap japán szinkront is. Igen, tehát több én, kap japán szinkront. Igen, én megvárom, mert egyszerűen nem tudom, nekem ez a kínai annyira, hogy mintha csak mondanák, de nincsenek ilyen hanglejtések, tehát ugyanolyan mindenkinek a hangja. Nagyon vannak ám. Ne hallgassatok rá, én nagyon imádom a kínai színészeknek, hangszínészeknek is a munkáját, de el tudom hinni, hogy valakinek nehéz megszoknia ezeket. Hát nagyon nehéz, tehát a koreait könnyebb sokkal, de a kínait, hát az egyszerűen valahogy így nézi az ember, és úgy érzi, mintha ilyen, mintha ilyen anime hamisítványt néznék. Tehát, hogy nem az igazi, hanem, hogy úristen, ez ilyen otthon megcsinálták és lehamisították. Tény, hogy az animáció is picit egyszerűbb, még gyerekcipőben jár a japánokhoz képest, és nagyon sok mindent, sok elemet tőlük vesznek át. Én csak azt mondom, hogy a kínai animációban, hogy
hát tájképet azt nagyon tudnak rajzolni. Szóval aki nagyon szeretne magának szép háttérképeket a gépére, azoknak ajánlom a kínai animációkat. Mert... De az Japánban is van azért, nagyon gyönyörű animáció. Van, hogy kínaiban jobb. A kínaiaknak ezek évezredes hagyományok, hogy nagyon szép képeket és... tudnak csinálni, és amikor a kamera közelít a karakter arcához, akkor elgondolkozol, hogy Jesszus úristen, váltottam? Más animációt nézek? Más sorozatot? Szóval ez igen. Olyan, mint amikor az ember nézi a Death Note-ot, hogy el van vele, és akkor egyszer csak jön a második opening, hogy elrontottam valamit? Vagy hogy hova kerültem? Mi ez az izé? És egyébként is. Nagyon jó, hogy mondtad ezt a kettős animációs hatást a kínaiaknak, mert még akkor egy utolsó gondolat, hogy beszéltünk a 3D-s CG-s sorozatokról, CGI sorozatokról. A kínaiaknál még egy érdekesség, hogy nagyon sok minden nem ezt a rajzolt 3D-s vegyület kevert dolgot használja, mint a japánoknál, hanem rengeteg animációs sorozatuk ezekkel a játék dizájnokkal, ezekkel a realisztikusabb karakterábrázolásokkal jönnek ki, és nekem egy picit egyébként bevallom fogyaszthatóbbak, és hiába gagyik az ugrások, egy-egy mozdulat, hiába néz, vannak ott is fokozatok, hogy melyik az, amelyiknek csodálatos az animációja, de nekem egy picit az a fajta 3D jobban működik. Ilyen, amikor a moderátorból kibújik a fanboy, fangirl, szóval. Fanboy. Fangirl, igen. Jó, akkor mi köszönjük szépen, hogy itt voltatok és meghallgattatok minket. Van-e esetleg még nektek bármilyen záró gondolatotok, hozzáfűzni valótok? Szia, Rui! Jaj, szia, Rui! Igen, egy ismerős találtunk a közönségben. Köszönjük szépen, hogyha bárkinek így kérdése lenne a témákkal, a említett dolgokkal kapcsolatban, akkor a műsor után megtaláltok minket. Köszönjük szépen! Köszönjük, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.